Élve boncoltak állatokat egy keszthelyi gimnázium biológia szakkörében, erről számol be a hvg.hu egy hozzájuk eljuttatott videó alapján. A felvételeken az látszik, amint csirke embriót bontanak ki a tojásból. A felvétel tanúsága szerint a gyerekek észrevették, hogy a kisállat még él, amikor szikével leszedik róla a tojáshéjat. A gimnázium nem nyilatkozik, de a felvételt híradónk is megkapta az állatvédőktől. Csipog még, te jó ég, jaj! A hvg.hu-n jelentek meg először ennek a videónak részletei, amelyen egy még élő csirkeembriót boncoltak a keszthelyi Vajda János gimnázium szakkörén. Amikor a gyerekek ezt észrevették, akkor a szakkört vezető tanár azzal reagált, hogy amúgy is elvérzik. Hát tök minden, úgy is elvérzik már szegény, de tehát, itt a belejében a térdek nem szakad föl, tehát látszik, hogy mint egy köldök zsinó lenne, nézzétek meg. Igen. De a teret köldök zsinó, mert ugye, tehát nem a gyakorlatilag közvetlen kapcsolással a középbelépet elmegyik a tojássága. A felvételeket az iskola egy régi diákja juttatta el az állatvédőkhöz. Az informátor szerint más állatokat is boncoltak az iskolában. A elektromos áramot vezettek élő békába, ez a reflexeit nézték meg. Ezen felül ugye körcsögön, tengeri malacon, tudomásunk szerint denevéren is, ami mondjuk egy védett faj, és még egyéb állatokon. De ez mindig azon múlott, hogy éppen a szaktanár milyen állatot tudott beszerezni. Az ügyben a videó felvétel alapján az állatvédők feljelentést tettek. Természetesen szerettük volna megkérdezni, hogy az iskola vezetése tudott-e arról, hogy milyen kísérletek zajlanak az intézményben, de az iskola igazgatója a portáson keresztül üzenve még az épületbe sem engedte be stábunkat. A diákok közül szinte senki nem mondott semmit. Az esetről nem nagyon tudunk semmit, de nagyon sok hamis információnak cikkekben a több mint a fele nem igaz, szerintünk. Mi szerettük a tanár urat. Úgy tudjuk, hogy a tanár időközben már elhagyta az iskolát, de az sem derült ki, hogy magától ment, vagy kirúgták.